Avuk Attila 2018-ban négyszeres magyar bajnokként, négyszeres Erste Liga győztesként és háromszoros magyar kupa győztesként, korábbi csapatai meghatározó játékosaként érkezett a Ferencváros újjáépülő férfi jégkorong csapatához. A kiváló támadó sikersorozat a zöld-fehérben is folytatódott. Négy szezon alatt zsinórban négy magyar bajnoki címmel, két Erste Liga arannyal és egy ezüsttel, egy történelmi magyar kupa diadallal és három bronzéremmel, egy szuperkupa győzelemmel, valamint egy szintén történelmi kontinentális kupa továbbjutással bővült a dicsőség listája. Már ezek az eredmények és emlékek is bőven adnának beszédtémát Pavuk Attila kapcsán, aki viszont ezúttal nem ezért hívta meg a Fradi TV stábját családja kispesti otthonába, hanem mert úgy érezte, komoly bejelenteni valója van. Köszönöm szépen először is, hogy elfogadtátok a meghívást, örülök, hogy itt vagytok. Annak apropóján szerettem volna, hogy elgyertek, mert a családdal úgy döntöttünk, hogy az idei év volt az utolsó, és szögre akasztom a korcsolyát. Nagyon sok szép emlék köt a jégkoronghoz, 25 évet töltöttem ugye a jégpályán, illetve a sportolói közeggel. De aki ismer, azt tudja, hogy a sportolói karrieremmel párhuzamosan építettem a civil életemet is. És most jött el az a pillanat, amikor döntem kellett, hogy melyik útat választom, és logikus döntésnek hangzik az, hogy most lépjek ki a jégkorongból, és kezdjek egy civil életet. Objektívan próbáltam nézni, mert ha csak az emocionális részére gondolok, akkor nyilvánvalóan még legalább ennyit lehúznék egy 25 évet a jégpályán, mert tényleg szeretem a sportot, szeretem azt az élményt, amit ad az a drukk, az a csapat szellem, az a meccs, mérkőzések, a szurkolókkal való kommunikáció, az, hogy ott vannak mögöttünk. Szóval ezek mind nagyon-nagyon sokat adnak, és egyértelműen nem a döntésnek a háttérében ugye az van, hogy szerettem volna, ha több időt tudok tölteni a családdal. Természetes, hogy az utóbbi időben előtérbe került a család, hiszen Pavuk Attila 2020 óta férj, nemrég pedig büszke apuka is lett. November 30-án megérkezett a kislányunk, a Szonya, tüneményes kislány, és tényleg mint minden apuka, lányos apuka, ugye első szerelem első látásra. Úgyhogy mindig öröm hazajönni, várom azt, hogy a kezembe foghassam, és tényleg szuper, szuper élmény az elmúlt 6 hónap is, illetve még amik előttünk állnak. A civil életben mi az a lehetőség, illetve mivel fogsz foglalkozni? Ugye tavaly nyáron már megmutattuk, hogy belevágtál valamibe, ez ezzel kapcsolatos, vagy másik irányba mentek azóta a dolgok? Ezzel kapcsolatos, ugye mi elektromos motorokkal, illetve napelemmel foglalkozunk, és annak az üzletágát, az elektromos motoros üzletágát fogom én vezetni, és sajnos nem lehetett, vagy nem megoldható az, hogyha egy magas szinten akarod ezt végezni, hogy emellett még egy profi karrier is fusson. A család és a civil karrier alakulása mellett talán az is megkönnyíthette Attila dolgát a nehéz döntés meghozásában, hogy úgy érzi, amit Magyarországon jégkorongozóként elérhetett, azt 12 szezonon átívelő profi pályafutása során elérte. Ráadásul tevékeny részese lehetett a nagy múltú ferencvárosi jégkorong újjáépítésének is. A Fradi azért nagyon közel álló a szívemhez, hiszen amíg Dunajvárosban és Miskolcon egy kész csapatba kerültem bele, tele meghatározó játékosokkal. Amikor a Fradiba igazoltam, akkor a csapat még a 7.-8. helyen küzdött be magát mindig a rájátszásban, és Fodor Szabolcs vezetőedző első beszélgetésünkkel pont ezt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha méltó helyére kerülne ez be a szakákba is a Ferencváros, és célunk nem lehet más, mint egy komoly alapokra épülő csapatot felépíteni. Sokszor elmondják, hogy a Ferencváros egy család, és ezek nem üres szavak, szóval itt mind a csapattársakkal, a vezetőedzőkkel, az edzői stábbal, a háttérmunkát végző nagyon fontos személyekkel, a klubvezetéssel
és a szakosztállyal olyan kapcsolatunk alakul ki, aminek az eredménye ugye lojalitás lesz, és az, hogy meg akarsz tenni mindent annak érdekében, hogy azt a sok jót, azt a sok pozitívat, amit kapsz tőlük, azt megpróbálod maximálisan meghálálni. Hogyan fogadták a többiek, akik azért már egy kicsit hamarabb tudták a közönségnél, hogy mi a te döntésed, illetve hogyan búcsúztak el tőled akkor? A feleségem lepett meg ezzel a kis jégkorongos emlékdobozzal így a karrierem végén, ahol különböző csapatokból, ahol játszottam, levelekkel leptek meg, és mindegyik visszagondolt egy közös emlékünkre. Nehéz a súlya, így sokszor nem is gondol bele az ember a mindennapokba, hogy mennyi boldogságot okoz neki az, hogy remek csapattársakkal küzdhet a győzelmért, és nagyon sok emlék kavarodik benne, vagy hoz fel így az idő múlásával, hogy értékes percek, amiket együtt töltöttünk. És mindegyik hozzárakott ahhoz, hogy majd itt tartsak, ahol. Zárásként arra kérnélek még, hogy egy pár mondatban foglald össze, hogy mivel köszönnél el a szurkolóktól, illetve kifejezetten a fradistáktól. Fradi család tagjának lenni az egy kiváltságos dolog. A szurkolókat nagyon szeretjük tényleg, és minden támogatás, amit tőlük kaptuk, az pozitívan hatott a teljesítményünkre. Amikor láttuk, hogy megtelik a lelátó, amikor jövünk ki a jégpályáról, és egy-egy mondattal még biztatnak minket. Ez mind nagyon jó érzést kelt bennünk, és köszönöm szépen, hogy ennyi időn keresztül ilyen lojálisan és ennyire hülyen támogatták a csapatot és engem. A Fradi családnak meg azt gondolom, hogy csak annyit tudok mondani, hogy így tovább. Nagyon, nagyon fontos értékekkel rendelkezik ez a család, ez a közösség, aminek megtisztelő a tagjának lenni. Találkozhatnak-e még veled majd a jégcsarnokban? Ó, az biztos, hogy nem hagyom el a jégpályának a területét, hiszen szeretném támogatni továbbra is a csapatot, a Ferencvárost, mert ahogy mondtam, család, és a család az nem úgy van, hogy csak kilész belőle.